Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy évi horoszkóp 2021-re. Ez a felvétel egy személyes jóslás, egy személyes horoszkóp Ariel részére. Kedves Ariel, üdvözöllek téged! Ez most a te felvételed, és megnézzük azt, hogy milyen a te születési horoszkópod. Itt a képen láthatóak a házak, ezek életterületeket mutatnak. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, a keleti határon az ikrek jegye kelt fel az indiai számítás szerint. Ez azt jelenti, hogy az ikrek jegye befolyásolja a te külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet. Az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik. Van itt ez a könnyűség, azon kívül mutatja az intelligenciádat, azt is, hogy mindig kíváncsi vagy új dolgokra, vannak itt mozgások. Mivel az ikret jegye kihat a te külsődre is, az azt jelenti, hogy te fiatalabbnak nézel ki, mint ahány éves vagy, és ez a fiatalos kisugárzás, ez megmarad nálad, mert az ikrek jegye elkísér téged életed végéig. Itt az ikrek jegyében van nálad Jupiter bolygó. És Jupiter bolygó marad itt, mert ezen nem változik semmi. Jupiter bolygó hoz neked szerencsét, a szerencse csillaga. Vannak itt lehetőségek, és befolyásolja a személyiségedet, a nagyságodat is, és te jól látod mindig a dolgokat, akármilyen nehéz helyzetben vagy. A második életházban vannak az anyagiak, a pénzügyi dolgok és az értékek. Ezek lehetnek belső értékek is. Itt van nálad a rák jegye. A rák jegye mutatja a családot, az otthonodat. Az is lehet, hogy te pénzhez jutsz családi kapcsolatok által, vagy kialakítasz egy céget, egy ilyen családi vállalkozást, vagy magánvállalkozást, az hoz neked pénzt, segít a pénzügyi dolgokban. De ha kiadsz valamire pénzt, akkor azt gondold át nagyon jól. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és az utal az érzelmekre. Légy magabiztos, légy abban biztos, hogy te értékes vagy, és a pénzügyi dolgokról van szó, akkor hallgass a belső hangodra. Itt található nálad Mars bolygó. Ez mutatja az erődet. Ide kell befektetni az erőt, mert ez kamatozik. De Mars bolygó jelenti a lelki társadat is, és a számodra értékes, vagy segít neked az anyagiakban. A harmadik életház az élet iskolája. Itt mindig vannak ilyen kihívások, ahol mindig be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. De ez a harmadik életház, ez utal képzésre is. Itt van nálad az oroszlán jegye. Az élet iskolája az, hogy te állsz a középpontban, és kell másoktól az elismerés. Viszont itt található nálad Szaturnusz bolygó, és az utal a korlátozásokra.
Bizonyára így élted át az iskolát annak idején. A gyermekkorodban, az ifjúságodban nem volt elismerés, hanem korlátozások. Itt ez a négyes életház, ez a mély pont, ez utal az otthonodra, de arra is, hogy mi ad neked erőt, és itt van ez a tartás, olyan, mint egy alap, és erre az alapra építhetünk. Itt van nálad a szűz jegye. Az otthonod rendben van, szereted a tisztaságot is, megvan nálad a gyógyító erő, és mindig kell a biztonság érzete, erre utal a föld eleme. Itt a szűz jegyében van nálad Plutó bolygó, és az jelenti a belső erődet, és itt van a felfele mozgó holdcsomó. Ez a felfele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus csomó. Utal egy életútra. Itt, ennél a felfele mozgó holdcsomónál, Ráhúnál, arról van szó, hogy milyen sors utat választott ki a lelked, mert erre van szükséged, de ezt a területet nem ismered. Mivel itt az alapról van szó, én ezt egy fával szoktam mindig mutatni, itt van a fának a gyökere, itt érezzük, igen, itt vagyunk legyökerezve. És ez nálad hiányzik. Emiatt van mindig ilyen bizonytalanság. Az ötös életházban vannak a gyermekek, de utal a te gyermekkorodra is. Itt nem csak a gyermekekről van szó, hanem az életünkről. Ez olyan, mint egy színpad, és mi játsszuk itt a főszerepet. Itt található nálad a mérleg jegye. Ez a kiegyensúlyozottság, egy jó kapcsolat a gyermekekkel, az ifjúsággal, vannak szép emlékek is, és ha te életedet úgy szeretnéd rendezni, mint egy színdarab, akkor fontos itt a párkapcsolat, erre utal a mérleg jegye. Itt található nálad Uránusz bolygó. Uránusz bolygó visszatekintő a horoszkópodban, az utal a múltra, utal kármikus témákra is, és mutatja azt, hogy különlegesek a gyermekeid, később az unokák, vagy ez a belső gyermek nálad, vagy ezek az emlékek fontos, hogy ez erősítsen téged, hogy te különleges vagy. Nem olyan, mint mások, hanem ha érzed ezt a személyiséget, hogy te más vagy, mint mások, akkor itt kibontakozhat valami. Ez utalhat arra is, hogy művészi területen elismerést kapsz. A hatos életházban van a munka. De nem csak a munka, hanem az egészség is itt látható nálad, a szkorpión jegye. A szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik. Itt érzelmekről van szó. Vannak félelmek is, de azon át kell, hogy tegyük magunkat, és bízz abban, hogy a munkahelyeden, vagy az egészségügyi dolgoknál minden jóra válik. Kell ez a hit, és ezt érezni is kellene. De itt van nálad egy visszatekintő Neptun bolygó. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója. Tehát egy ilyen művészi területen tudnál dolgozni. Neptun bolygó visszatekintő, itt vannak emlékek, gyakran ilyen kármikus témák, és utal arra, hogy előfordulhat nálad, hogy a munkahelyen csalódott vagy. Vagy mások úgy viselkednek veled szemben, ami csalódásokhoz vezet.
Itt a hetes életházban nyílik egy új ajtó, egy új életterület, ez a párkapcsolat. Itt van nálad a nyilas jegye. A nyilas jegye az mozgásban van, és a tűz eleméhez tartozik. Az mutatja a lelkesedést is. Ez a mozgás lehet sport, vagy utazások, külföldi kapcsolatok. Így nyílik nálad valami a párkapcsolat területére. Az is előfordulhat, hogy a párod külföldről jön, vagy egy utazáson ismered őt meg. Ami még fontos a nyilas jegyében, a nyilas jegye mutatja a központot, ami galaxiánknak a központját, a teljút központját, és spirituálisan itt vannak a vágyak, a remények, és azt nem szabad feladni, mert ez a cél, és nálad ez így a szerelmi ügyek területén van. A nyolcas életház a halált jelenti. De nem mindig erről van szó, hanem van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, hogy le kell zárni olyan dolgokat, ami nyomaszt. Hogy legyen egy új kezdet. És te ezt érzed is, mert a holdad itt található. A hold utalhat az anyukádra is, és itt a bak jegyében van egy kis szigorúság, ezek a gyermekkori emlékek. A kilences életház utazásokat jelent, külföldi kapcsolatokat, ez lehet egy belső út is. Jelenti a nagy tudást, a bölcsességet, itt van nálad a vízöntő jegye. Nagyon jó ötleteid vannak, és a külföldi kapcsolatok számodra előnyösek, ezt te olyan különlegesen éled át. A tízes életház itt, fent, ez a csúcs a horoszkópban, itt vannak a célok, vagy a nyilvánosság, a hivatás, itt látható nálad a halak jegye. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. De ebben a jegyben két hal van. Itt látható is a képen, két irány. Az egyik mutatja a félelmeket, ez olyan, mint egy fék, lefékezi az eseményeket. A másik pedig a hit, a remény, az is, hogy el tudod képzelni, hogy megbecsülést kapsz, érzed azt is, hogy ez a hivatásod, ezen az úton kell, hogy járj. Itt található nálad Merkur bolygó, ami segít abban, hogy a hivatásodat éljed, ezt tanuljad, és kereskedő vagy. Itt található a lefele mozgó hold csomó, és ez a múltat jelenti. Azt, amit te a korábbi életedben már átéltél, és ezt belülről érzed is. Egy magán cég vezetése a hivatásod, és ez nem új dolog nálad, hanem te ezt korábban már csináltad is. És itt, a felső ponton, a horoszkópnál megvan az elismerés. Ha én ezt egy fával hasonlítom össze, akkor itt van a fa gyökere, és itt van a korona. Ez látható. Itt valami kivirágzik, ki gyümölcsözik, termést hoz. A 11-es életházban vannak a barátok, ismerősök és a remény. Itt van nálad a kos jegye. Itt vannak mindig új dolgok. Itt a baráti körben történik mindig valami, ami téged lelkesít is. Gyakran előfordulhat, hogy gyorsan kötsz barátságokat, amit esetleg később megbánsz. Itt van a napod, és az utal a te reményeidre is, tehát megvannak itt a vágyak.
A 12-es életház mutatja a titkokat, itt van nálad a bika jegye és Vénusz bolygó. Itt nem csak titkokról van szó, hanem visszahúzódásról is. Te ezt érzed a párkapcsolatban. Kell, hogy a férfi tegyen lépéseket, hogy ő legyen aktív. Ebben bízhatsz, ebben segít nálad a nap a kos jegyében, de mint hölgy vagy visszahúzódó vagy, vagy ajánlja a horoszkóp azt, légy visszahúzódó, tartsd meg a titkaidat, ne mesélgesd ezt másoknak el. Azon kívül itt a 12-es életházban vannak az ellenségek is, és mivel itt a nőies energia van, az arra utal, hogy mindig vannak hölgyek a környezetedben, akik irigyek rád. Tehát így látható a horoszkópod, és most megnézzük a mozgást. Ez a születési horoszkóp, ez marad, így ahogy most mutattam. Ezen nem változik semmi. Ezt mutatja a csillagképeket, a bolygók állását, abban a pillanatban, amikor megszülettél, ahol születtél. Ez olyan, mint egy fénykép. Itt le vannak fényképezve a bolygók, és ez mutatja a lelki utadat. Azt, amit a te lelked kiválasztott, az élet utadat, ezt az arany közép utat. A bolygók mozognak. Lefordítva azt jelenti, hogy mozgó csillagok. És ez a mozgás, ez kivált valamit a horoszkópon, és pontosan ezt tekintjük meg, mi várható rád 2021-ben. Mielőtt kezdenék, ezt a kettő holdcsomót, a felfele mozgó holdcsomót és a lefele mozgó holdcsomót, ezt a két kártyát kiveszem a horoszkópból, mert ez a kártya nekem csak egyszer van meg, és szeretném mutatni, hogy hol található 2021-ben. Január 2021, én a kos energiával indítok, ahol a napod van a 11-es életházban. Itt barátságokról van szó, és a te vágyaidról. Itt található Mars bolygó és Uranus bolygó az indiai számítás szerint. Hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkóp, mint a mi nyugati asztrológiánkban. Viszont ez egy precíz számítás, én a naptárral is dolgozom, az asztronómusoknak a naptárjával, és az megegyezik ezzel az indiai számítással. Uranusz bolygó itt változásokra utal, és Mars bolygó, vagy a te erődre, hogy itt meg kell védeni magadat, a baráti körben, de lehet egy férfi is, akit te itt most megismersz. A Mars bolygó a születési horoszkópodban a párkapcsolatra, a te lelki társadra utal, de ennél a mozgásnál, amit mi tranzitnak nevezünk, ez lehet egy más férfi is. Egy jó barát, egy ismerős, egy szomszéd, vagy valaki a családból, az is lehet, hogy munkahelyi ismerettség. Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó mutat egy kármikus utat, amit még nem ismersz. Ráhu itt van a bika jegyében 2022 márciusáig. Mivel itt található nálad Vénusz bolygó, az kihat a te nőiességedre,
és természetesen kihat a szerelmi élet területére is. Te itt a 12-es életházban van a lefele mozgó holdcsomó mozgása a Szkorpión jegyében 2022 tavaszáig, és kihat a munkahelyedre. Itt vannak emlékek, kármikus témák, lesznek itt változások is. Januárban itt található Vénusz bolygó, az utal a te kreatív munkádra, vagy egy hölgyre a közeledben, ez lehet egy kolléganő is. Itt a hatos életházban gyógyulásokról is van szó, az lehet, hogy a nőgyógyásznál lesz egy termin január hónapban. A nap és Merkur bolygó az a nyilas jegyében található. A nap mutatja a havi témát, itt vannak mozgások, sport, utazás, és a hetes életházban kihat a párkapcsolatra. Merkur bolygó hatása alatt jön egy hír, vagy vannak beszélgetések a pároddal, vagy ami a jövőt illeti. Szaturnusz bolygó, Jupiter bolygó és Plutó bolygó, az a bak jegyében található a 8-as életházban. Itt lehet egy örökösödési ügy, hivatalos dolgok, vagy a szerelmi életre kihat, mert a 8-as életház különösen Plutó bolygó hatása alatt mutatja a testi kapcsolatokat. A vízöntő jegye a 9-es életházban van, ott található Neptun bolygó segít abban, hogy éld az álmaidat, ez lehet egy utazás, külföldi kapcsolatok, vagy egy belső út. Január 20-án változik a helyzet, mégpedig Vénusz bolygó elbúcsúzik a hatos életháztól, és át kell a hetes életházba, kihat a szerelmi élet területére, és a te nőiességedre. Persze Vénusz bolygó, így ennél a tranzitnál lehet egy másik hölgy is a háttérben. A nap és Merkur bolygó át kell a bak jegyébe, lesz egy új havi téma, itt pénzügyi dolgokról van szó, hivatalos ügyekről, vagy megtanulni azt, valamit lezárni, hogy kezdődjön egy új irány. Február hónap 2021-ben. Megint a kos jegyével indítanék, Uránusz bolygó és Mars bolygó marad, Ráhu a felfele mozgó holdcsomó szintén itt marad a bika jegyében, Kétú itt a hatos életházban a Szkorpión jegyében, a nap és Vénusz bolygó, Jupiter bolygó, Szaturnusz és Plutó bolygó itt marad a 8-as életházban, ami változik, hogy Merkur áttér a vízöntő jegyébe, itt lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy egy idegen nyelvnek a tanulása is, az is kiválható. Február 20-án megint lesz egy más kép, mert a bolygók mozognak, Merkur bolygó visszatekintő visszatér a kos jegyébe, tehát egy régi téma újra megjelenik, vagy egy kapcsolat a múltból, a nap
áttér a vízöntő jegyébe, kezdődik egy új havi téma. A vízöntő jegyénél ötletekről van szó, mit szeretnél megvalósítani, mit tervezel, és itt a 9-es életházban vagy képzésről, tanulásról van szó, vagy külföldi kapcsolatokról. Mi várható nálad 2021 márciusában, megint a kos jegyével kezdenék, Uránusz bolygó marad a kos jegyében, viszont Mars bolygó elbúcsúzik a 11-es életháztól, és áttér a 12-es életházra. Itt a te erődről van szó, a 12-es életházban visszahúzódásról, megtartani a nyugalmat, de az is előfordulhat, hogy van a környezetedben valaki, egy ellenség, és itt meg kell, hogy védd magad, tehát kell az erődet kimutatni. Mars bolygó lehet egy férfi is, egy titkos találkozás, egy titkos kapcsolat. Kétú, a lefele mozgó holdcsomó marad itt a hatos életházban, ahol munkáról van szó, és megnézzük, hogy mi változik. A bak jegyében marad Merkur bolygó, Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. A vízöntő jegyében van a Nap, Neptun bolygó és Vénusz bolygó is. Februárban elfelejtettem azt közölni, hogy Vénusz bolygó itt volt a bak jegyében, ahol szintén ilyen transformációról van szó. Bizonyos dolgoktól elbúcsúzni, hogy legyen egy új kezdet, és Vénusz bolygónál a testi kapcsolat itt a 8-as életházban. De visszatérve március hónapra, Vénusz bolygó itt található a 9-es életházban, ez lehet egy külföldi kapcsolat egy bizonyos hölgyel, és a Nap mutatja ezt a havi témát is. Március 20-án változik egy kicsit a helyzet. Merkur bolygó áttér a vízöntő jegyébe, Vénusz és a Nap elbúcsúzik, és át kell a halak jegyébe. Merkur bolygó itt a vízöntőnél visszatér, az lehet egy visszatérő kapcsolat, és itt külföldről van szó, vagy utazásokról, ami a Napot és Vénusz bolygót illeti, elérte a felső pontot a horoszkópon. Vénusz az mutathatja a te nőiességedet, mások észrevesznek téged, te állsz itt a középpontban, és a Nap, ez a kisugárzásod, a fellépésed, lesznek sikerek is. Azon kívül előfordulhat, hogy egy hölgy segít neked a hivatásodat élni, mert Vénusz bolygó így ebben a mozgásban jelenthet más hölgyeket. Megint a kos jegyével indítanék, itt marad Uránusz bolygó. Itt a bika jegyében van Mars bolygó és Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó. Kétú itt marad a Szkorpión jegyében a hatos életházban, és kihat a munkádra. A 8-as életházban található a bak jegye, itt van Szaturnusz bolygó, Plutó bolygó, Jupiter bolygó, ez kihat az életutadra, a te sors utadra. Plutó bolygó mutatja azt, hogy erre koncentrálj,
és Jupiter bolygóhoz szerencsét, vagy lehet egy ilyen bírósági ügy, hivatalos dolgok, vagy örökösödés, különösen itt a 8-as életházban. A vízöntő jegyében van Neptun bolygó, Merkur elhagyja a vízöntő jegyét, és átkel a halak jegyébe. Itt hivatásról van szó, vagy nyilvánosságról, itt lesznek kapcsolatok, vagy egy szerződés, Merkur bolygó utal a kommunikációra. Április 20-án, ez az én születésnapom, változik a helyzet. A nap, Merkur bolygó és Vénusz bolygó elbúcsúzik a halak jegyétől, mind három, és áttér itt a kos jegyében. Egy új havi téma. Itt barátságokról van szó, ismerősökről, vagy a te vágyaidról, terveidről. Uránusz hozza a változásokat, a nap mutatja a sikert, vagy az, hogy figyelj oda, ez most a havi téma. Vénusz bolygónál lehet egy barátnő, különösen itt a 11-es életházban, vagy a vágyaid, reményeid, ami a szerelmi kapcsolatokat illeti, és Merkur bolygó segít abban, hogy erről beszéljetek, vagy legyen itt kapcsolat, itt lesz mozgás április végén. Mars bolygó elhagyja a bika jegyét, és itt található az ikrek jegyében. Te mutatod az erődet, vagy lesz itt mozgás körülötted, de utal egy férfira is. Jupiter bolygó áttér a vízöntő jegyébe, az szerencsét hozhat egy utazáson, itt kibővülnek a külföldi kapcsolatok, vagy mutatja a te bölcsességedet. Május 2021. Kezdeném a kos jegyével. Itt található a nap, Vénusz bolygó, Uránusz bolygó, Merkur bolygó elbúcsúzik, és áttér a bika jegyébe. Itt a 12-es életházban titkokról van szó. Őrizd meg a titkaidat. De az is lehet, hogy mások mesélik el az ő titkaikat. Mivel itt a 12-es életházban ellenségről is van szó, előfordulhat, hogy mások rólad beszélnek a hátad mögött. Az ikrek jegyében marad Mars bolygó, Kétú, a lefele mozgó holdcsomó marad a 6-os életházban, Szaturnusz bolygó, Plutó bolygó marad itt a kos jegyében, Neptun és Jupiter bolygó marad itt a vízöntő jegyében. Május 20-án változik a helyzet, a nap és Vénusz bolygó elhagyja a kos jegyét, és áttér a bika jegyébe. Természetesen a bika jegye is utal valamire, mégpedig az anyagiakra, vagy arra, hogy őrizd meg a belső nyugalmadat, élvezd az életet. Te egy titkokról is van szó, és mivel a nap itt található, látni fogod, átnézel valamin, az lehet egy ellenség is, ez a hölgy, viszont ez a Vénusz bolygó itt nem csak egy másik hölgyre utalhat, hanem a te szerelmi kapcsolatodra.
és itt látni fogod a dolgokat, vagy betekintesz a mélybe, egy ilyen mély lelki kapcsolatról is lehet szó. Június hónap 2021-ben. Megint kezdeném a Bika jegyével, Uránusz bolygó még itt marad. A Kos jegyében van Ráhu és a Nap. Vénusz bolygó és Merkur bolygó elbúcsúzik a Bika jegyétől, és át kell az Ikrek jegyébe, ahol Mars bolygó még mindig itt van. Mars és Vénusz az utal a párkapcsolatra. Ez téged érint. Itt a közelben van minden, tehát ez nagyon aktív, így június hónapban a szerelmi kapcsolat, és Merkur bolygó utal a kommunikációra kettőtök között. Kétú marad még itt a Szkorpión jegyében, Szaturnusz, Plútó marad itt a Bak jegyében, Jupiter és Neptun bolygó marad a vízöntő jegyében. Június 20-án változik kicsit a helyzet, a Nap áttér az Ikrek jegyébe, te állsz most a középpontban, és mások észrevesznek téged, sikereid lesznek. Merkur bolygó visszafele mozog, visszatér ide a Bika jegyébe, az jelenti, hogy valaki gondol rád, vagy jelentkezik a múltból, de közölheti azt is, hogy ne mondd el a titkaidat, vagy a terveidet. Mars bolygó elhagyja az Ikrek jegyét, és át kell a Rák jegyébe. Itt anyagi dolgokról van szó, és értékekről. Az is lehet, hogy egy férfi segít így az anyagiak területén. Július 2021. Uránusz marad még itt a Kos jegyében. A Bika jegyében van Ráhu és Merkur bolygó. Az Ikrek jegyében van a Nap. Vénusz bolygó áttér a Rák jegyébe. Az lehet egy szerelmi kapcsolat, ami számodra értékes, de Vénusz bolygó mutathatja a munkádat is, egy kreatív tevékenység, vagy egy hölgy segít abban, hogy az anyagiakat tud rendezni. Az is előfordulhat, hogy találsz valami szépet, és kiadsz pénzt erre, mert itt a kettes életházban pénzügyi dolgok vannak. Kétú marad itt a Szkorpión jegyében, Szaturnusz Plútó marad itt a Bak jegyében, Neptun és Jupiter marad itt a vízöntő jegyében. Július 20-án változik a helyzet, Merkur bolygó visszatér az Ikrek jegyére, itt kommunikációról van szó, vagy lesz egy fontos szerződés, beszélgetések, a Nap áttér a Rák jegyébe, új havi téma indul, mégpedig itt anyagiakról van szó. A Rák jegyénél gyakran ilyen családi kapcsolatokról. Vénusz bolygó és Mars bolygó elhagyja a Rák jegyét július 20-án, és áttér az Oroszlán jegyébe. És itt az Oroszlán jegyében Mars bolygó, tehát a szerelmi kapcsolat áll a középpontban, és itt be kell, hogy bizonyítsd magad. Vagy ez a férfi kell, hogy bebizonyítsa magát, hiszen itt vagytok az élet iskolájában. Ami fontos, az az Oroszlán jegye. Ti álltok most a középpontban, és kell kimutatni az érzelmeket.
augusztus hónap 2021-én Uránusz itt marad a Kos jegyében, Ráhu marad a Bika jegyében, a Nap és Merkur bolygó az itt található a Rák jegyében, az azt jelenti, hogy Merkur bolygó elbúcsúzik az Ikrek jegyétől, áttér a Rák jegyébe. Itt vannak szerződések, vagy kapcsolatok, beszélgetések, értékekről, anyagi dolgokról. Az is lehet, hogy pénzt adsz ki egy iskolázásra, vagy egy könyvre, de lehetnek ezek szerződések is. Mars bolygó és Vénusz bolygó az marad itt az oroszlán jegyében, Kétú marad a Szkorpiónban, Szaturnusz, Plútó a Vak jegyében, és Neptun, Jupiter marad a vízöntő jegyében. Augusztus 20-án változik valami, mégpedig Merkur bolygó áttér a nappal együtt az oroszlán jegyében. Egy új havi téma, ezek iskolázások, vagy az élet iskolája. Vénusz bolygó áttér a szűz jegyére. Itt vannak az alapok, az lehet egy cég alapítása, vagy valamit megszépítesz az otthonodból. Az is lehet, hogy egy hölgy meglátogat téged, és Mars bolygó marad itt az oroszlán jegyében. Szeptember 2021, Uránusz marad a Kos jegyében, Ráhu itt a Bika jegyében, az oroszlán jegyében van a Nap és Mars bolygó, Merkur bolygó elhagyja az oroszlán jegyét, és áttér a szűz jegyébe. Itt lehetnek beszélgetések egy hölgyel, vagy egy szerződés, az lehet egy cég alapítása, vagy ami a lakásodat, házat illeti. Vagy ezzel kapcsolatos beszélgetések. Kétú marad itt a Szkorpión jegyébe, Szaturnusz, Plútó, az marad itt a Bak jegyébe, Jupiter visszatér a Bak jegyébe. Itt van egy transformáció, és Jupiter bolygó adja a lehetőségeket. De mivel itt hivatalos dolgokról van szó, gyakran örökösödésről, ez lehet egy bírósági ügy is Jupiter hatása alatt. De gyakran szerencsét hoz. Szeptember 20-án változik a helyzet, a Nap és Mars bolygó áttér a szűz jegyébe. Egy új havi téma, és ez mutat az otthonodra, vagy valamire, ami neked segít, hogy legyökerez. Ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is, vagy valaminek az alapítása. Itt a Mars bolygó jelenti a te erődet, vagy egy férfit, aki segít ebben neked. Vénusz bolygó az itt található a mérleg jegyébe, és Merkur marad itt a szűz jegyében. Vénusz bolygó kihat itt az ötös életházra, itt a te színdarabodról van szó, Vénusz bolygó a szerelmi élet területén, vagy a kreatív munkát illetően. Október hónap 2021-ben. Uránusz marad, ez a felfele haladó holdcsomó szintén marad, a Nap és Mars bolygó
az itt van a szűz jegyében, Merkur elbúcsúzik a szűz jegyétől, és áttér a mérleg jegyébe. A mérleg jegye is hat, ezek szép beszélgetések, de az ötös életházban kihat a gyermekekre, az emlékekre, a gyermekkori emlékekre, vagy a kreatív tevékenységre is. Jupiter, Saturnus és Plutó marad itt a bak jegyébe, Neptun marad a vízöntő jegyébe. Október 20-án változik valami. Uranus az visszatekintő lesz, így a változásokat lelassítja, vagy vannak ilyen kármikus témák. Merkur bolygó elhagyja a mérleg jegyét, és áttér, illetve visszatér a szűz jegyébe, és az azt jelenti, valami visszatér hozzád, és ez kihat az otthonodra, vagy ha valamit indítasz, alapítani akarsz, arra is kihat. Vénusz bolygó áttér a Szkorpión jegyébe. Itt lehet egy szerelmi kapcsolat a munkahelyen, de az is előfordulhat, hogy egy hölgy kihat a munkádra. Vénusz bolygó mutatja a kreatív tevékenységet is. November hónap 2021-ben Uránusz itt marad. A felfele mozgó holdcsomó szintén marad a Bika jegyében. Merkur bolygó itt van a szűz jegyében, a Nap és Mars bolygó elbúcsúzik a szűz jegyétől, és áttér a mérleg jegyébe. Egy új havi téma, ezek a gyermekek, vagy a gyermekkori emlékek, de mutatja az élet örömöt is, és azt élvezheted ezzel a férfival, az kihat a párkapcsolat területére, a mérleg jegyénél gyakran tényleg párkapcsolatról van szó. Vénusz bolygó áttér a nyilas jegyébe, indul egy új téma, itt párkapcsolatról van szó, és Vénusz bolygó mutatja a szerelmi élet területét és a te nőiességedet, a többi bolygók maradnak. November 20-án változik a helyzet, Merkur bolygó elhagyja a szűz jegyét, visszatér a mérleg jegyébe, itt lesz egy hír vagy beszélgetések, és a nap áttér ide a hatos életházba, a havi téma az a munka lesz. December 2021. Uránusz marad, ez a felfele mozgó holdcsomó szintén marad, Mars bolygó itt marad a mérleg jegyébe, Merkur áttér a Szkorpión jegyébe, kihat a munkára, itt van mozgás, beszélgetések vagy szerződések. Vénusz bolygó marad a nyilas jegyében, Szaturnusz és Plutó bolygó a bak jegyébe, viszont Jupiter bolygó áttér a 9-es életházra a vízöntő jegyébe. Itt vannak lehetőségek, és ezek külföldi kapcsolatok vagy utazások, mutatja a tudást és a bölcsességet. December 20-án változik kicsit a helyzet. Mars bolygó áttér a Szkorpión jegyébe, ez mutatja a te erődet, itt a hatos életházban a munkát, de az is lehet, hogy egy férfi kihat a munkádra,
A nap és Merkur bolygó az a nyilas jegyében van. A havi téma az a párkapcsolat. Merkur bolygó mozgásba hozza ezt, vagy jön egy hír, kommunikáció, ami a szerelmi életet illeti, és Vénusz bolygó áttér ide a bak jegyébe, itt mutat szerencsét is hivatalos dolgoknál, vagy egy hölgy segít ebben, ami a párkapcsolatot illeti, Vénusz bolygó utal a testi kapcsolatokra. Ami a lelki társadat illeti. Ott nem tudom, hogy melyik életházban vannak a bolygók, mert nem tudjuk azt, hogy ő hány órakor született. Az ő Mars bolygója a Bika jegyében van, itt hat rád a 12-es életházra, ahol a te Vénusz bolygód van. Tehát az ő Mars bolygója találkozik itt a te Vénusz bolygóddal. Ezek lehetnek kármikus kapcsolatok is, mert a 12-es életház mutatja azt, amit mi átéltünk a korábbi életünkben, utal a múltra is. Az ő horoszkópjában a nap Merkur bolygó, Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, itt is van köztetek egy ilyen személyes kapcsolat, egy ilyen vonzó erő. Nála a felfele mozgó hold csomó, egy életút, amit ő még nem ismer, a rák jegyében van. Ez utal családi kapcsolatokra, vagy egy család alapítására. Az ő horoszkópjában a szűz jegyében van Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó, Plutó bolygó, az kihat itt nálad. A négyes életházban itt le tudtok gyökerezni, számára ez is fontos, vagy így van köztetek egy kapcsolat. Uranus Neptun a Szkorpión jegyében van, az nem tartozik a személyes bolygókhoz, mert ezek a külső bolygók, Uranus Neptun Plutó, ezek olyan lassan mozognak, hogy mindazok, akik ezekben az években születnek, ugyanabban a jegyben állnak. Nála a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, egy ilyen kármikus témát idéz elő, a bak jegyében van. Nálad is fontos itt a bak jegye, mert ott van a holdad, ami a te érzelmeidet mutatja. Itt is van egy kapcsolat kettőtök között, az ő holdja, az a vízöntő jegyében van. Kedves Áriel, ez volt az évi horoszkóp 2021-re. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.